Csáó, mit hoztál nekünk? Ez egy 2011-es Cupra R, Leon. Gyárilag 262 ló. 2000 TFS-i motor van benne. Meg lett csippelve Németországba. Most ilyen 310-20 lóra satszolom. De konkrétan nem tudom, hogy mennyi. Van elől állítható futómű, egy AP márkájú, hátul sima ültetett rugók vannak, elől nagy férjet lettek rárakva, Brembók, még a gyári turbója van benne, azon nem lett nagyon semmi változtatva, egy 82-es nyitott rendszer van alatta, két hátsó dobbal, létszűrők lettek még módosítva rajta. Mielőtt belemerültök a videóba, engedjétek meg, hogy megmutassam erről az autóról és a CarVertical által biztosított lekérdezést, ami nem más, mint ez. Látjátok, hogy Seat Leon és balesete volt. Észlelt tevékenység, ami rögtön a balesettel kezdődik, onnan eladták, majd ugye ide került Magyarországra. Lopott nem volt, kilométerről állás az ugye a bejegyzések tekintetében egész szépen van vezetve, és itt is vannak a balesetek. Hát 3-5000 euró, azért az már nem olyan kis káresemény, illetve van még egy 0 és 500 euró, hát ez pedig azért tényleg a koccanás kategória. Majd itt láthatjátok a felszereltséget, és íme itt is vannak az első képek 2018-ba. Majd itt menjünk tovább 20, illetve 21. Ezek gondolom az eladáskori képek. Ez a lekérdezés, srácok, ennyi volt. Hogyha ti is leszeretnétek kérdezni az autótokat, vagy a leendő autótokat, mert vásárlás előtt álltok, akkor a leírásban található linken keresztül 20% kedvezményt kaptok limitált ideig. Hát itt a Kraterdáznak van egy elvezetője. Ugye a létszűrő lett módosítva rajta, az egy ilyen sport létszűrő lett rátéve. Lett belerakva a lefújó szerep is. Egy elvileg egy R8-as trafó van benne. Ezt még nem én cseréltem ki, hanem így volt. Én nem nyúltam hozzá, mert nem akartam, mert nem nincs vele baj. 18-as Achilles gumi elő rajta, hátul meg momó, azt hiszem. A gyári az 0-ra 100-ra 6,2, de majd kiderül, hogy mennyi. Így nem tudom. Száraz idő, durván 2 fok. Mit gondolsz? Az, hogy nagyon kapar, nem egyesbe, kettesbe nagyon kipörög, úgyhogy nem tudom, hogy lesz a 6-2 vagy nem. Majd meglátjuk, hogy tudja teljesíteni azt, hogy nem. Hát igazából szerintem gyári minden belül. Nagy nav is, mert azt hiszem ebből volt kicsi is, kis nav is. Ebben navigáció is van. Ott van egy menő plüssünk. Kellett belerakni, hogy már ilyen színű legyen. Ezt szerintem elég jól nézi hozzá. Mérve volt? Nem. Akarom majd, de még nem jutottunk el odáig, hogy legyen mérve. Mondjuk jó lenne, hogyha kiderítenénk, hogy hány ló, meg hány newton, de gyárul azt hiszem 350 newton. És mondtad, hogy akarsz 100-200-at is? Arra van valami tipp? 13-nak örülnék mondjuk. 100-ról 200-ra. Van rajta diszkós program? Szóval Popsenben? Van. Mert elvileg új rajtprogram is van rajta. Mióta van nálad? 2020. Hát csak, hogy így hány év? Hát azóta volt egy nagy szervize, ilyen fétcsere, vezérlés, ilyesmi, de igazából csak az olajat kellett cserélnem, mást így nem nagyon. Uh-huh. Akkor nem hagyott ott meg semmi? Miért nem? Nem is akarom, hogy... Miért nem is akarom, hogy ott hagyjon? Majd most lerúgjuk. És a nagy kérdés, mennyit teszik? Volt 11-es átlagom, most azt írja, hogy 9,12. Nem tudom, az is változó, hogy használod igazából. Ha szép csillesen mész el, akkor lehet kevesebb is, de hogyha azért rugod neki, akkor fölmehet az 12-re is, szerintem. Felni, a nyári az egy 19-es Cupra felni. Ez szerintem ez is Achilles felni, de nem vagyok benne pontosan biztos. Látom, van rajta valami fólia lámpánk. Egy kicsi sötétítés, de nem olyan vészes szerintem, mert ugye hátul körbe lett fóliázva az ablak is. Mást én nem nagyon tudok. A tempomatról van rágyújtni az ablak a program. Ha a féke rajta állok, és bekapcsolva a kettőt, és akkor a gyúrodás, a Popsenben, az 3000 fölött gyúrod csak. És hogyha nem a nagyot akarom, hanem a kicsit, akkor csak úgy simán fék nélkül bekapcsolom, és akkor csak egyet villog, és akkor van a kicsi, az meg 3000 alatt gyúrod csak.
és így nem tudom, hogy az nincs, de hát... Tehát van egy kis program, egy nagy program? Igen, és előre nagyja van a rajtoga. Aha, ja. És akkor tudsz előre gurulás közben csattogni? Igen. Jó, nézzük meg. Azért mondom. Én azt hittem kiesett a motor. Na. De haragudjál, én vagyok a nagypapa, azt így indult. Amúgy igen, ezt beszéltük pont, hogy váltás az nagyon lassú, meg az indulás is, meg kipörgésgátló az, ami a helyzet. Meg a programot, azt benyomtad? Igen. Azt mosan. Na hát az is kéne. Idejük az Alfával, az kész. Á. De az automata bazd meg. Hát jó. Megmutassam, hogy kell vezetni? Egyszer, bocsánat. Kajak? Na, menjél vele. Na, jó. Azt kell, hogy mondjam, hogy úgy, hogy még mindig szívok ezzel a váltóval, mert kipörög meg minden, de 6.48. Hát igen. Úgyhogy... De most jó volt az indulás. Igen, de a hármas, nem tudom hallatszódott-e, de az recsent. Hiába kuplunk mindent, rendesen izomból kell betenni, mert egyébként semmi. Na, egész jót kiosztom az autódból. Hogyha szeretnétek bemutatni az autótokat, mert van valami egyedi építés a garázsba, egyszerűen csak leszeretnétek mérni a 0-100-as gyorsulását, akkor nyugodtan írjatok Instagramon vagy e-mailen, és megbeszéljük. Na, szevasztok!